Ez az AK-47-es, ismertebb nevén a Kalasnyikov. Ha Szerbiában újra bevezetik a honvédelmet, talán minden középiskolás megtanulhatja, hogyan is kell használni a lőfegyvereket. Egyetért azzal, hogy ismét bevezessék a honvédelmet az iskolákban? Tette fel a kérdést az olvasóinak a Magyar Szó. A válaszadók 57%-a mondta azt, hogy nem. Felesleges ezzel is terhelni a gyerekeket. További 15% véli úgy, hogy legfeljebb fakultatív tárgyként lehetne értelme a honvédelemnek. Régen a tantárgyak keretein belül általános iskolában elsősegély oktatása folyt, valamint az akkori, már akkor is régi M48-as nevezetű puskát tanulták, valamint automata puskáról tanultak összerakni, szétszedni, hogyan kell célozni, légpuskával lőtek. A Bács-Feketehegyi iskolaigazgató Bojtos Béla is tanított régen honvédelmet. Szerinte a tárgy a 2 évtizeddel ezelőtti formájában az ellenségkép kialakításáról és annak erősítéséről szólt. Most inkább az elemi csapásokkal szembeni védekezésre, a kölcsönös segítségnyújtásra és az első segélyre kellene fordítani a figyelmet, véli. Mobil világban élünk, szinte minden van már az okos telefonon, de amikor nem dolgoz mobiltelefon, de sok mindent lehet tudni, látni, érzékelni, azokból a tudásokból összerakni, amit ott meg lehet tanulni. Az, hogy pontosan miből is áll majd a tantárgy, még nem tudni. A Védelmi Minisztérium egyelőre egyeztet az oktatási tárcával. A honvédelem óra bevezetését egyébként azzal indokolják, hogy a fiatalok a katonaságba való belépés és a védelem fontosságával egyáltalán nincsenek tisztában. A középiskolások azonban úgy vélik, nincs szükségük arra, hogy honvédelmet tanuljanak. Békepárti vagyok, én nem nagyon szeretem a háborút, úgyhogy hát én ellene vagyok ennek a tantárgynak. Régebben lehet, hogy ez még aktuálisabb tantárgy volt akkoriában. Igenis fontos volt, hogy tudják kezelni így a fegyvereket, még mindent, de én inkább jobban békepárti vagyok, és sokkal jobban gondolom azt, hogy mostanában már nincs szüksége erre. Mindennek ellentmond a tény, hogy egyre nagyobb az érdeklődés az önkéntes szolgálat és a katonai iskolák iránt Szerbiában. Az akadémián például évek óta 7-szeres-8-szoros a túljelentkezés, míg a gimnáziumban akár 10-szer is többen jelentkeznek egyetlen helyre. A hadsereghez a márciusi sorozásra 3100 önkéntes jelentkezett, de csak minden negyedik bújhat egyenruhába.